Az itthoni téli felkészülés után a melegövi dél-afrikai edzőtáborban érte utol a világjárvány eljövetelének híre az 1000 méteren U23-as világbajnok kajakos Pup Noémit, az ASE kitűnőségét. Nem hezitáltak, azonnal hazaindultak, még mielőtt lezárták volna a határokat. Mint utólag kiderült, jól döntöttek, senki sem fertőződött meg közülük. A kialakult helyzet miatt mindenki hazautazott, és egyénileg folytatja a felkészülést. Pup Noémi, aki egyébként Budapesten dolgozik Csipes Ferenc irányításával, most az ASE dunaparti telephelyén erősít, és itt száll vízre nap mint nap. Tekintettel arra, hogy a rövidtávú kajakkenuzás üstököseként feltűnt egyik magyar tehetség már a felnőttek között szeretne bizonyítani, és nem az U23-ban. Ebből a szempontból nem is hátrány, hogy a koronavírus miatt elmaradnak az idei nagy nemzetközi versenyek, mert lesz rá ideje, hogy felnőjön, közelítsen a hazai élversenyzőkből is álló felnőtt világelithez. Az U23 az inkább csak ilyen biztonsági megoldás lenne jövőre, hogyha esetleg nem jön össze az olimpia, de talán még jövőre is annyira fiatal leszek, hogy ne legyen akkora csalódás, mert jövőre is azok a lányok, akik most jól mennek, azok jövőre is jól fognak, ebben biztos vagyok, úgyhogy nem leszek csalódott, ha esett. Az utánpótlás versenyeket teljesen törölte az idei évre a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség. Nagy valószínűséggel felnőtt világversenyeket sem rendeznek rövid távokon. Megeshet, hogy a szeptemberre tervezett nem olimpiai sportágak világbajnokságán nyílik versenyzési lehetőség Pup Noémi számára is, olyan versenyszámban, ami egyébként nem szerepel az olimpia műsorán. Lesz egy felnőtt országos bajnokság, és akkor ez lesz a válogató a szeptemberi nem olimpiai versenyszámok világbajnokságára, amit eredetileg az olimpia előtt valamikor júliusban rendeztek volna, de ezt is eltolták, de szerencsére az ICF ezt meg fogja rendezni szeptemberben. Hogy válogatottjaink közül ki milyen versenyszámban indulna, ezt a kérdést még homály fedi. Nyilván az említett válogató után lehet erről beszélni. Ezt még nem sikerült teljes mértékben átbeszélni, meg egyelőre most tényleg csak így próbáljuk túlélni ezt a helyzetet, és szerintem majd nyáron, amikor tényleg elülnek ezek a korlátozások, meg mindenféle ilyesmi, akkor tudunk kicsit jobban belegondolni, hogy mi az, amit tervezünk az idénre, és mi az, amit át kell csúsztatnunk jövőre. Más, jóval gyengébb hatású így egyedül készülni, mint csoportosan edzői felügyelet mellett. A paksiak U23-as világbajnoka szerint is mindenek előtt az egészség, a biztonság, így betartva a szabályokat egyelőre lemondanak a kollektív edzésről. Mivel ez idén nem lesz olimpia, és nem lesz olyan verseny, amiért tényleg nagyon nagy áldozatot kell hozni, ezért úgy gondolom, hogy nem is érdemes ilyenekkel kockáztatni, hogy mi most betömörülünk egy konditerembe, vagy ott vagyunk, lent vagyunk mondjuk a csónakházban, ezért kaptunk is egy ilyen kis lazább szezont, így fogalmaznék, úgyhogy egyedül készül itthon most mindenki, mert több olyan csapattársam van most itthon, akik egyébként az ország más pontjain készülnek. Ezért is felettébb érdekes lehet az idei első, ki tudja mikori, hazai válogató verseny, ami egyúttal országos bajnokság is. Ilyen előzmények után megeshet, hogy több számban is alaposan felborul majd a papírforma.